104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, velünk történt című magazin műsorunkat hallják. Március 8. napján a vasárnap, és stúdiónkban köszönhetem újra a Békés Csabai Súlyemelő és Szabadidős Sport Egyesület vezetőjét, Bökfi János. Szia Jani, üdvözöllek! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! És itt van a stúdióban Mítykó Veronika, az egyesület kiváló versenyzője. Szia, boldog nőnapot! Sziasztok, köszi! Megint milyen kis aranyosan, kis szolidan beleszól a mikrofonba, rendben jó. Na megnéztem, január 25-én voltatok vendégem itt a Velünk Történt magazinban, és ugye akkor úgy váltunk el, hogy ha lesz valami történés, vagy megjárjátok külföldet, akkor majd beszámolunk. Hát a napokban jöttetek haza, vagy jöttél az olyani Máltáról, mind a ketten kint voltatok? Mind a ketten természetesen. Na de mi történt január 25-e óta veletek? Induljunk el innen, mert azért itt vannak érdekességek. Hát óriási célokkal kezdtük az évet, ugye arról is beszéltünk, hogy milyen fantasztikus lehetőségeink vannak. A nemzetközi porondon Veronika milyen jó szintre tornázta föl magát a tavalyi évben, olimpiai célokkal megtűzdelve elindultunk. Voltunk egy római világkupán, ahol kiváló teljesítménnyel, fantasztikusan jót produkált, lefogyott 71 kilóba. Tehát ott az volt a cél, hogy egy 71 kilós súlycsoportba jól elindítsuk az évet, országos csúcsokkal jöttünk haza. Utána jött ugye ez a máltai verseny, ahova igazándiból azért mentünk, hogy egy nagyon jó időzítő, gyakorló versenyt csináljunk, a két hét múlva megrendezésre került volna, ilyen furcsa mondatot teszek hozzá, világbajnokságra, junior világbajnokság, ami Bukarestbe lett volna. De ez a verseny sajnos elmarad a koronavírusunk miatt, ami ugye nem csak utazókat, hanem a sportot, egyebeket, mindent rettenetesen gátol. Úgyhogy ennek a történetnek az a lényege, egy kicsit mostan visszamegyek erre a versenyre, máltai versenyünkre, ahova tényleg úgy indultunk el, hogy igazából tét nélküli nagyon jó versenyt csinálunk, minél több jó gyakorlatot kell teljesíteni Veronikának, meg kell csinálni azt a súlyt, amivel majd a világbajnokságon kezdeni fog. Ma jött a verseny előtti este, bejelentették, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség bejelentette, hogy nem lesz világbajnokság, elhalasztják. Telefonáltam a Veronikának, nincs lazaság, kőkeménynek kell lenni. És most azt mondom, hogy a profizmusa, tehát nem megrázta azt, hogy mostan akkor a laza versenyből egy igazi tétversenyt kell csinálni 24 órán belül, úgyhogy frankon hatalmas elánnal oda tette magát, és 6 csodálatos jó gyakorlatot csinált, amivel egy ezüstérmet szereztünk a egyesületünknek. És akkor ezt szívből gratulálok, mindjárt Veronika, veled fogom részletesen akkor megbeszélni, illetve kérlek majd, hogy értékeld ezeket a versenyeket, de még Jani, hozzád visszatérve, illetve amiket mondtál, most ugye elhalasztják a világbajnokságot, akkor most hogyan tovább, mert hogy itt az olimpiai évéről beszélünk. Így van, tehát a világbajnokság nagyon kellett volna az olimpiai kvalifikáció szempontból. Eleve egy aranyszintű verseny, tehát különböző szintű versenyekről beszélünk, ahol több pontot lehetett volna szerezni, illetve egy súlycsoport lejjebb indul, ahol minimum 60-70 ponttal többen jöttünk volna haza, mint a mostani versenyről. Tehát ez remélem, hogy az elszámolásnál, majd a végelszámolásnál, ami majd az olimpiai kvalifikációban fogunk meglátni, nem fog ez a 60-70 pont nagyon hiányozni. Mert most a felnőtt Európa bajnokság fog következni Moszkvába, ott már 71 kilóba fogunk versenyezni, de mind a két versenyen 71 kilóba kellett volna versenyeznünk, ami fölülmúlja Rómát is, Máltát is. Azt a két pontot vittük volna az olimpiára. Maradt a bukaresti pont. Hát ez nagyon komoly, amiket így elmondasz, Jani, és tényleg csak kapkodom a fejem, hogy ennyi helyre, ennyi versenyre és ennyire összetett a dolog. Tehát Bukarestben elmaradt a VB, az EB meg Moszkvában mikor lesz? Április 10. Április 10-én. No, akkor te vagy itt a főszereplő, Veronika kedves. Először is szeretném, hogyha beszámolnál a római utatokról. Milyen volt Róma? Hát magával a versennyel annyira nem vagyok megelégedve, mert többet vártam magamtól, de ez egy ilyen hajtóerőt adott, hogy akkor a következő versenyen jobban oda tegyem magamat. Maga a hely az gyönyörű volt, meg a versenynek a megszervezése is tényleg fantasztikus volt, és 4 jó gyakorlatot csináltunk. Igen, 4 jó gyakorlat sikerült, abból egy országos csúcsszakítás, ugye 71 kg-ban, lökés az 104 volt. Kedden este értél haza Máltáról, a máltai versenyt akkor hogyan értékelnéd, Veronika? Hát azt már sokkal jobban, azzal úgymond elégedett vagyok, mert 6 jó gyakorlatot sikerült csinálni, ugye, és ugye szakításban is országos csúcsot emeltem lökésben is, és egyaránt összetettben is, és ugye ez 76 kg-ban volt, és teljesen másképp éreztem magam, ott jobban tudtam pörögni, sokkal jobban tudtam kivitelezni a gyakorlatokat, szóval így összességében szerintem ez sokkal jobb verseny volt, mint Rómában. Értem, és akkor említettétek, hogy áprilisban felnőtt Európa bajnokság Moszkvában, arra hogyan készültök, Veronika? Hát most még ezen a héten itthon vagyok, tehát jövő héten megyek táborba, hazajövök egy hétre, itthon fogok edzeni, utána 2 hét tábor, és 2 hét után megyek, utazunk. Hol lesz tábor, és hogy néz ki egy ilyen tábor, mondjuk már el hallgatóinknak? Hát Tatán van a Diolin
olimpiai edzőtábor. Hát hasonló, mint itthon, ugye csak ott, ugye, ott van a szállás, meg az edzés egy helyen, és napi két edzés lesz kis pihenőkkel. És akkor most, Jani, még hozzád, mint ugye edzőjeként, mentoraként fordulnék, ugye áprilisban EB, felnőtt EB Oroszországban, és akkor hogyan lehet az, hogy esetleg Veronika kint legyen az olimpián? Az mi kell most hozzá? Hát ott egy nagyon fantasztikus eredmény kell, tehát azért is fáj a szívem ezért a junior világbajnokságért, mert top formában van, tehát ezt a formát, amit most Máltában mutatott, ez két hétig nagyon könnyedén tovább lehetett volna vinni, tehát tényleg tudott volna egy fantasztikus teljesítményt csinálni, az még adott volna neki egy plusz lökés, tehát azért ezt a lendületet a versenyek tartják fönt, a jó versenyek. Tehát, hogy most nagyon jó lendületben vagyunk fél éve, és ez a Málta még dobott egyet, ha világbajnokságon még egy nagyon szépet tudott volna produkálni, akkor már a felnőtt EB-n, mint edző nyugodtan azt mondtam volna, hogy ott a csúcs, és már nem rajtunk múlik, hanem az ellenfeleken múlik, hogy az olimpián ott tudunk lenni, vagy nem. Jani, úgy említetted, és beszéltünk már sokszor, hogy a bukaresti világbajnokság ugye el van halasztva a koronavírus miatt, de akkor ilyenkor nem lehet az, hogy a súlyemelő szövetség kijelöl egy másik országot, és akkor ott bepótolják? Nem valószínű, mivel az indok az, hogy egy zárt térben rettentő nagy a veszély arra, hogy egy vírus hordozó, a rúd, a magnézia, a köhögés, tehát és kicsi térben van, tehát ha bemegy egy szaunába, tehát hogy össze van zárva, és több száz országról van szó. Tehát bárhonnan jönnek a világból, útközben, bárhol, ez az indok. És ezt az indokot nem tudják megváltoztatni, mivel ugyanúgy a világ minden részéből érkeznek a versenyzők, tehát ha ezt most visszatennék mondjuk Egyiptomba, ahol eredetileg volt, akkor is jönnek kínaiak, jönnek brazilok, tehát mind a világ minden részéből. Tehát az indokot nem lehet megváltoztatni. Jó, hát akkor legyen ez a végszó. Én teljes mértékben szurkolok nektek, és kívánom azt, hogy a moszkvai Európa-bajnokságon szép sikereket érjetek el, és hogyha onnan hazajöttetek, akkor ugyanígy, ugyanilyen interjúra szeretettel várlak titeket. Veronika és Jani, köszönöm a beszélgetést, és akkor jó felkészülést. Köszönjük szépen. Velünk történt című magazin műsorunkat hallják itt a 104 Rádió 1-en. Hamarosan folytatjuk.